Sziasztok, én Weber Kata vagyok, és folytatjuk a mai nap folyamán a hogyan sorozatunkat. Ugye az előző részben megnéztük, hogy hogyan kell a MetaTrader 4-est feltelepíteni. Most pedig megnézzük, hogy ennek egy ilyen plusz kiegészítését, a Supreme platformot, illetve a Supreme kiegészítőket hogy tudjuk hozzá installálni ehhez a MetaTraderünkhöz. Ez egy beépülő rendszer, ugye különböző experteknek, tehát ilyen kis robotprogramoknak, illetve indikátoroknak a gyűjteménye. Erről amúgy ezeknek a használatáról nagyon részletesen találtok a YouTube csatornánkon videókat, összesen 7 videót, ezek a 007-es cím alatt futnak ezek a videók, és ott végigvesszük a különböző részeit ennek az MT4 Supreme-nek, hogy melyik eszközét hogy is használjuk, tehát ott egy sokkal részletesebb bemutatást találtok róla. Itt most tényleg pusztán annyiról azt fogjuk megnézni, hogy hogyan is kell feltelepíteni. Ugye ugyanígy saját weblapunkról indulunk, tehát a www.admiralmarkets.hu-ról indulunk, ezen belül pedig a platformok és a MetaTrader 4 Supreme Edition fül alól fogunk elindulni. Ami nagyon fontos, és figyeljetek oda rá, hogy magának a MetaTradernek le kell csukva lennie. Tehát amikor nyitva van a MetaTraderetek, olyankor ez a program nem tud feltelepülni, tehát ez mindig legyen zárva ez a program, csak úgy tudjátok elindítani magát ezt a letöltést. Ugye nagyon egyszerűen itt is itt van, hogy ingyenes letöltés, amire figyeljetek oda, hogy ez csak és kizárólag Windows eszközökkel működik, tehát indítsuk el ugye a Windows eszközünkön ezt az ingyenes letöltést. Be kell regisztrálnunk hozzá, ugye meg kell adni a nevünket. Szépen megadjuk, ugye megadjuk azt az e-mail címet, amivel fönt vagyunk. Ugye, amivel már regisztrálva vagyunk, megadunk egy telefonszámot, például én most megadom ezt a telefonszámot, mondjuk. Jó, ez az admirálnak úgyis a központi száma, én ezt a telefonszámot itt most meghagyom. Ugye az a fontos, hogy úgy írjátok be a telefonszámot, hogy plusz 36-tal kötőjelek nélkül, perjel nélkül, elválasztás nélkül, stb. Ugye az ország, elfogadjuk a feltételeket, és regisztrálunk. Elindítom a regisztrációt. Itt is meg kell várni, ugye kicsit homokórázik a rendszer. Megvárjuk, hogy elinduljon magától. Jó, ugye a letöltés mindjárt el fog indulni. Ugye látjátok is, hogy egy ilyen zip file elindul, ugye a fájlnak a mentése, rányomok a fájl mentésére. Ráklikkelek. És ugye elindítom. El is indította magától, ugye engedélyezzük, hogy változtatásokat hajtson végre. Ugyanolyan, mint az előző, tehát igazából vezetni fog minket a rendszer, semmit nem kell csinálnunk, ugye pusztán annyit, hogy installáljuk ezt a programot, engedélyezzük, és ebbe a pillanatban már be is települt a rendszerünk. Ugye nekem egy update-elést is igényelt. Tehát mindenhol gyakorlatilag az install, oké, okay, elfogadom, ennyi, tehát haladok tovább, semmi nem állít meg. Ugye ezt lecsukjuk, itt már be is lehet az egészet csukni, és akkor amikor meg fogom nyitni a következőkben ugye újra a MetaTraderemet, akkor mindjárt megint lesz ez a jellegzetes hang, ugye, amivel a MetaTrader beloginol. És amikor beloginol, ugye onnantól fogva megnyitom a navigátor menüt, és a navigátor menüben ugye két helyen fognak megjelenni ezek a bizonyos Supreme eszközök. Ugye az egyik az az expertek
fül alatt, tehát ugye így néz ki, amikor megnyitjátok a navigátor menüt, ugye ő ez, amikor ez a kis mappa jel, illetve ez a csillagocska, ugye az indikátorok alatt jelenik meg egyrésztről, itt látjátok mindenhol, ahol az admirálos szóval, tehát az admirál szóval kezdődő indikátorokat, illetve a másik rész, ahol megjelenik az expertök fül alatt, szintén látjátok ezeket az eszközöket, és ahogy mondtam nektek, ezeknek a pontos használatáról pedig a YouTube-on a 007-es sorozatban nagyon részletesen megtaláljátok a videókat, hogy mit, hogy kell benne használni, telepíteni meg így kell, tehát összesen ennyi a lényege, szintén a weboldalról indulunk, lezárt MetaTrader mellett, jó? Tehát amikor nyitva van a MetaTraderetek, akkor nem fog feltelepülni, és csak akkor fogjátok látni majd, amikor egyszer lecsuktátok, és újra nyitottátok a felületet, magától települ be, tehát nem kell neki semmi különösebb parancsot adni, hogy ezt hová legyen feltelepítve, vagy stb. És ami fontos, ez a Supreme eszköz, ez sajnos csak Windowsra működik, tehát ahogy mondjuk a MetaTrader az működik Mac gépekre is, addig a Supreme az csak Windows alapú gépeken működik, tehát hogyha valakinek MacBookja van, akkor sajnos ezt nem tudja használni. Úgyhogy ennyit kell tudnotok róla, és akkor hát ennyi volt akkor a mostani kis leckében, a következőben pedig meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk testre szabni a MetaTradert, illetve hogyan tudunk kötéseket elhelyezni benne. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!